Sokan vettek részt a programokon, ami talán annak is köszönhető, hogy ma már nincsen olyan kalocsai lakos, aki ne tudná, hogy a jelenlétével is segíti a beteg gyermekeket, mivel a fesztivál bevétele teljes mértékben az ő támogatásukat szolgálja. A most befolyt összeggel pedig sikerült hozni a korábbi évi átlagokat, sőt. Nagyon sikeres volt a fesztiválunk, a jegybevételünk is rekord közeli, ugye 2.188.000 forint a jegybevétel, és a osztás a gyermekeknek az a jegybevétel és az 1% adóit százalék befolyt összege, úgyhogy a kettő együtt több mint 3 millió forint, úgyhogy tudunk osztani. 2015-ben 2.110.000 forint volt a fesztivál bevétele, de ennek és az összes felajánlásnak köszönhetően szintén 3 millió forint felett utaltak a családok számlájára. Az idei összegből 46 gyermeket támogatnak. Ezek közül 10 olyan van, akit a gyermekgyógyászok kiemelten támogatónak jelöltek, ezek valószínűleg egy kicsit többet kapnak, mint a többi. A minimális összeg 50.000 forint, amit most tudunk osztani, és ha még marad annyi pénz a rezsiköltségek kifizetése után, akkor még teszünk rá többet is. Tehát most első körben valamivel több mint 50.000-et, de összesen 100.000 forint körül kapnak a Kékmadár Alapítvány pályázatán nyertes családok. A második részt az év vége felé szokták eljuttatni az érintetteknek.